Útátadás Máté szalkán. A városban több szakaszon vágták át a szalagot, például itt a Kalmár utcában, amely az északi lakótelepet köti össze a belvárossal. A Móricz Zsigmond utca egy részének felújítása is befejeződött. Ha visszagondolunk, akkor a Móricz Zsigmond utcán kezdődött el pár éve, végig a járda teljes egészében ki lett cserélve, éppen innentől egészen az idősek otthonáig. Továbbá nagyon-nagyon reménykedem, hogy ebben a ciklusban, ami egy több képviselőnek is nagy álma volt, és nálam valószínűleg beteljesülhet az Irinyi és a Deák köz teljes egészében aszfaltburkolatot kap, úgy, hogy Mátészalkán ott az a területen nincs aszfaltozás, és nem is volt. Talán egy jó 30 éves deficitet pótolunk most. A járdák állapota a Ráckertben is újul. Ha meg belegondolunk, akkor a Kópa BC-től a trafik irányában lévő járdát teljes egészében felújítottuk, aszfaltburkolatot kapott egy hónappal ezelőtt, tehát ha lassan is, de szépen haladunk. Ez pedig a város egyik közlekedési csomópontja, a Seregély utca. Korábban a gyalogosok és biciklisek csak nehezen tudtak ezen a szakaszon átkelni. Nem csak a burkolatot újították fel, a kerékpársáv és a járda is kiépült. Az átfogó fejlesztések több mint 1 milliárd forintba kerültek. Konkrétan 1,2 milliárd forint értékben valósult meg itt beruházás toppos forrásból, aminek része volt a Seregély utca, de része volt a Zöldfa utca, egészen a vasúti átjárón keresztül ki a Megyesi útig, és a Zöldfa út és Megyesi út kereszteződése, ahol már mindenki által használt körforgalom épült a közelmúltban. A Seregély utca gyakorlatilag 609 méter hosszan kapott teljesen új útburkolatot, illetve kerékpár sáv is kialakításra került. Roppant fontos, nagyon rossz állapotban volt ez az út. Gyakorlatilag járda sem volt a színén, és az út minősége is nagyon sok kívánivalót hagyott maga után. A Zöldfa utca belváros felé eső szakaszán egy okos zebrát is kialakítottak. A jelentős autós forgalom mellett a közelben 7-sávos vasúti átjáró is nehezíti a gyalogos közlekedést. Fontos számunkra elsősorban a lakosság biztonságérzetének növelése véget, hogy ezt az okoszebrát ide meg tudtuk építeni, amiről annyit érdemes és kell tudni, hogy az útburkolati jeleken, ami hagyományos, ugye fehér felfestéssel bír, emellett még egy olyan mozgásérzékelő szenzor is található a zebra két oldalán, ami kamerákkal felerősítve próbálja ugye azt a útburkolatba beépített fénytechnikai eszközt, amit prizmának hívunk, ugye működtetni, amikor gyalogosok érkeznek, és ez jelez ugye azoknak az itt úton közlekedő járműveknek. A fejlesztések egy részét önerőből finanszírozta a városvezetés, idén 130 millió forintot tudott útfelújításra fordítani az önkormányzat. Az elkészült szakaszokon túl további útfejlesztések is folyamatban vannak. A legfontosabb az, hogy az elkövetkezendő időszakban sok olyan útfelületet látnak majd megújulni a mátészalkaiak, amelyekre már nagyon régóta várnak. Zajlik az előkészítése azoknak a közbeszerzési eljárásoknak is, amely a 2x200 milliós belterületi útfejlesztési pályázatra vonatkozik. Ezekben is szeretnénk, hogyha a közbeszerzési eljárás lezárulna még az ősz folyamán, és már az év vége felé új munkaterületeket tudunk átadni. És ez azt fogja jelenteni, hogy az idei évben, illetve a jövő évben, reményeink szerint annak is az első fél évében, összességében a külterületi útszakaszokkal együtt több mint 30 út újul meg Mátészalkán. Új burkolatot kapott a Vágóháztanya utca is. A szakasz nem csak az ott élők, hanem a mezőgazdasági gépek közlekedését is megkönnyíti.